Következő diánk az a hipotézis tesztelés. Tulajdonképpen minden statisztikai próbának ez lesz az alapja. Minden statisztikai próba az egyszerű korreláció számítástól majd a több változós ANOVA vizsgálatokig erről az egy dologról fog szólni. Alapvetően az adatokban van valamennyi variancia. Tehát vettünk egy mintát, mondjuk a kísérletünk legyen az, hogy férfiak, nők mentális forgatásában van-e különbség, és lemértünk egy csomó férfit és nőt, és azt látjuk, hogy van valamilyen egyedi változatosság ugye az adatokban. Lesz, aki rosszabb, lesz, aki jobb. Tehát az adatokon belül lesz valamennyi variancia, lesz valamennyi változatosság az adatoknak, lesz szóródása. Most a következőkben ezt a három fogalmat, azt elég össze-vissza fogom használni. Ugye, ha emlékeztek, akkor amikor azt mondom, hogy variancia van, az ugye a szórásnak csak a négyzete, tehát amikor azt mondom, hogy szóródása van az adatoknak, vagy variancia, akkor egyszer a számról, egyszer pedig a szám négyzetéről beszélek. Az a lényeg, hogy nem minden érték mindig az átlag körül helyezkedik el, hanem lesz valamennyi változatosság az eredményekben. Most ennek a változatosságnak egy része szisztematikus, ezeknek a változatosságnak egy részét én idéztem elő, vagy tudok róla, kíváncsi vagyok rá. Például tegyük fel, hogy a vizsgálatunkban elég valószínű férfiaknak jobb a mentális forgatás eredménye, tehát ez egy olyan dolog lesz, hogy alapvetően az egyéni eredmények szóródásának egy részét az fogja előidézni, hogy a férfiak jobbak, a nők pedig rosszabbak lesznek ezen a teszten. Hasonlóképpen ez lehet olyan dolog is, amit én idéztem elő. Tehát a kísérleti személyeim felével vizet itattam, másik felével alkoholt itattam a kísérlet előtt. Ez egy olyan különbség lesz, hogy én idéztem elő. Az adatok szóródásának egy részéért az lesz felelős, hogy aki vizet ivott, az még viszonylag jól csinálja a feladatot, aki alkoholt ivott, az pedig viszonylag rosszabbul csinálta a feladatot. Hasonlóképpen egy korreláció vizsgálatban minél több alkoholt ivott, annál ugye rosszabb lesz az eredménye. Ezek olyan dolgok, amik szisztematikusak, ezekről tudok. Ezekre vagyok kíváncsiak, ezeket be fogom építeni a modellembe, és ezekkel számolni fogok. Ezen kívül viszont van az egyedek között olyan változatosság, olyan variancia, amivel nem számolok, amiről vagy nem gondoltam, vagy nem gondolom fontosnak, vagy azt remélem, hogy így ez össze-vissza van egyik emberben, ilyen másikban, olyan is majd kiejti egymást. Ez lesz a nem szisztematikus változatosság, ez olyan változatosság, aminek az okával nem fogunk számolni. Ilyen az egyéni különbség, attól függetlenül, hogy valaki férfi vagy nő, alkoholt ivott vagy sem, lesznek jobbak, meg lesznek rosszabb emberek. Ilyen például az, hogy milyen napja volt, az, hogy éppen fáradtan jött be, vagy kicsattanó erővel, befolyásolni fogja, hogy mennyire jó, mennyire rossz ő egy teszten, vagy éppen az, hogy miközben vizsgáltam, három kamion elzúgott az ablakunk előtt, és ezért néhány embernek néhány értéke rosszabb lesz, és akkor ők alacsonyabban fognak elhelyezkedni, tehát ilyen környezeti zavaró tényezőkről is szó lehet. Ezek mind olyan dolgok, amikkel nem fogok a modellemben számolni, ez lesz a nem szisztematikus változatosság, ez a zaj lesz. És minden statisztikai próba, amit végezni fogok, az tulajdonképpen abból fog állni, hogy megnézem, hogy az a hatás, amire én kíváncsi vagyok, az a szisztematikus változatosság, az ki tud-e emelkedni a zajból. A zajhoz képest elegendő nagy, elég nagy-e, kiemelkedik-e a zajból, a hibából, a nem szisztematikus változatosságból. Ha most a nemi hatás, amire én kíváncsi vagyok, az ilyen elenyésző különbséget hoz létre ahhoz képest, amilyen maga a zajhoz létre, akkor az nem fog tudni kiemelkedni a zajból, az egy gyenge hatás lesz, tehát azt fogom erre majd mondani, hogy kicsi a nemi hatás, a nemi hatás szerepe a mentális forgatásban. Ha valamilyen erős hatást találok, az pedig jól ki fog tudni emelkedni a zajból.
Most nézzünk erre egy szemléltető példát, maradjunk a téri memória tesztnél, láthatjuk, hogy az adatoknak van valamilyen szóródása, és ennek a szóródásra van egy, a szóródásnak egy részéről van elképzelésem, hogy mi okozza. Hát például mi okozhatja a téri memória teszten a szóródást, például azt, hogy milyen neműek az adott személyek, ugye a férfiak jobb, a nők pedig rosszabb eredményt érnek el. Most lehet látni, hogy ebből a szóródásból kivesszük a nemi hatást, akkor még mindig megmarad valamennyi egyéni különbség a személyek között, még mindig marad valamilyen változatosság. Mi okozhat még ilyen változatosságot? Például gondoltam arra, hogy lemérem azt, hogy mennyire fáradtak. Ugye a fáradtság is fog valamennyi változatosságot okozni, a fáradtak rosszabbak lesznek, a kevésbé fáradtak pedig jók lesznek. Ezt a változatosságot, azt, amit a fáradtság okoz, megint csak kiveszem az adataim változatosságából. Azt látom, hogy még mindig van valamennyi változatosság az adatokban, mi okozhat még ilyen különbséget emberek között, például azt, hogy munkája során mennyit foglalkozik téri testekkel, mérnöke vagy sem, ezt is mértem, ennek a változatosságát is ki tudom venni az adatokból, és akkor a végén látom, hogy még mindig van valamennyi változatosság az adataimban, ami ilyen mindenféle egyéni különbségekből, zajból, mindenféle olyan dologból jött ki, amit nem mértem, amit nem tudok beépíteni a modellembe. Ez lesz számunkra a zaj, ami a végén megmarad. Minden más pedig valamilyen hatás lesz. Most alapvetően azok a statisztikai próbák, amikkel itt mi foglalkozni fogunk, mint a T-próba, korreláció, ezek egy hatás vs. zaj különbségét, arányára lesznek kíváncsiak. Amit majd emellett tanultok, több változó statisztikai eljárások, regresszió elemzés például, azok pedig több hatás vs. zaj arányára lesznek majd kíváncsiak. Tehát ott több ilyen hatást, nemet, fáradtságot, foglalkozást, sok-sok-sok mindent fogunk tudni nézni. Mi, amiket itt fogunk nézni, T-próba korrelációt, egy hatás lesz, vs. zaj kapcsolata. A következő fogalom, amiről beszélnünk kell, az a one és two tail tesztek, vagy egy és két végű, vagy egy és két oldalú statisztikai tesztek. Alapvetően, amikor kíváncsi vagyok valamilyen összefüggésre, valamilyen különbségre, változók, csoportok között, akkor három lehetőség lehet. Például vegyük továbbra is férfi-női különbség mentális forgatásban. Lehet az, hogy nincs a két csoport között különbség, ez ugye a null hipotézisünk, és lehet az, hogy a férfiak jobbak, mint a nők, és lehet az, hogy a nők jobbak, mint a férfiak. Alapvetően én vagy arra tudok tesztelni, hogy a férfiak jobbak-e, mint a nők, vagy arra fogok tudni tesztelni, hogy a nők jobbak-e, mint a férfiak. Tehát mit fogok csinálni? Végzek egy statisztikai tesztet arra, hogy a férfiak jobbak-e, a férfiak átlaga szignifikánsan eltér-e a nők, szignifikánsan magasabb-e a nők átlagánál. Itt ugye megengedek 5% valószínűséget a véletlennek, és utána végzek egy tesztet arra, hogy a nők átlaga szignifikánsan magasabb-e a férfiakénál, és erre is adok egy 5% esélyt a véletlennek. Az végén ennek eredményeként az fog kijönni, hogy itt is engedtem 5%-ot, ott is engedtem 5%-ot, összesen 10% hibával fogok dolgozni. Alapvetően ez ugye nekünk nem jó, mert mi 5% hibát szeretnénk megengedni. Mit tudunk ilyen esetben csinálni? Hát vagy szigorúbbak leszünk saját magunkkal, és egyrésztről, amikor megnézem, hogy a férfiak szignifikánsan magasabb értéket érnek el, mint a nők, ott is csak 2,5%-ot engedek meg, és amikor megnézem, hogy a nők jobbak-e, mint a férfiak, ott is csak 2,5%-ot engedek meg, és 2,5%, 2,5% összesen 5% lesz, tehát megoldhatom ezt a problémát úgy, hogy szigorúbb leszek mind a két esetben. Vagy pedig megtehetem azt is, hogy, hogy amikor én tudom, hogy, hát ezt már nagyon sokan vizsgálták,
egészen biztos vagyok benne, hogy nem az lesz, hogy a nők jobbak, mint a férfiaknál, hanem sokkal valószínűbb az, hogy a férfiak jobbak, mint a nőknél, akkor csak az egyik oldalt fogom tesztelni, tehát csak azt nézem meg, hogy a férfiak jobbak-e a nőknél, és itt 5% valószínűséget engedek a véletlennek. Alapvetően számotokra ez azért lesz fontos, mert mind a kettő módszert használhatjátok. Az egyik esetben ugye csak az igazságnak az egyik részét tesztelem, de ha az jön ki, hogy nem szignifikáns az, hogy a férfiak jobbak, mint a nőnél, abból még ugye nem fogom tudni, hogy ez azért van, mert nincs a két csoport között különbség, vagy azért, mert a nők jobbak, mint a férfinál, tehát erre nem lesz információm. Vagy pedig választhatjátok azt, hogy megnézem mind a két irányba a különbséget, és mindenhol egy kicsit szigorúbb leszek önmagammal. Ez számotokra azért lesz fontos gyakorlatilag, mert SPSS-ben alapvetően two-tail statisztikák vannak beállítva, viszont hogyha nektek van valamilyen konkrét statisztikai hipotézisetek arról, hogy melyik csoportot várjátok jobbnak, vagy pozitív vagy negatív kapcsolatot vártok a két változó között, akkor ti nyugodtan használhattok one-tail tesztet, ezeket mindig majd át kell állítani, hogy ti nem akarjátok mind a két oldalt letesztelni, mert ti tudjátok, hogyha van különbség az ebbe az irányba, vagy ha van kapcsolat, az ebbe az irányba fog mutatni, és csak ezt az egyet akarjátok letesztelni. Ugye egyik esetben az igazságnak csak egy részét tudjuk, meg a másik esetben pedig szigorúbbak vagyunk önmagunkkal, úgyhogy mind a két oldalnak van valamilyen hátránya. Amikor two-tail tesztelést végeztek, akkor azt, hogy melyik igaz, az, hogy a férfiak jobbak, mint a nők, vagy a nők jobbak, mint a férfiak, azokat mindig a statisztikai próbának az értéke előtt lesz egy plusz-minusz jel, azt fogja nektek megmondani, hogy melyik csoport volt jobb, melyik csoport volt rosszabb, hogy ha két változó kapcsolatát nézitek, akkor pedig azt, hogy pozitív vagy negatív összefüggést találtok-e.